Örülök, hogy a Waffelház engem küldött, és hogy mesélhettem nektek mindennapi munkámról, és hogy ti megtudtátok nagyjából, mit jelent Waffle Managernek lenni. Hölgyem, nem tudom, mit szeretne még, hogy elmondjak, és ha nem haragszik, szeretném tudni, hol van a mosdó. Jól van, köszönjük meg egy nagy tapsal, köszönjük. Jól van, és most halljuk Ricky Bobbyt. Ricky, itt van az apukád? Nincs, tanárnő. Évek óta nem is láttam őt. A mamám azt mondja, autóversenyző, és mindenbe tövig nyomja, ami mozog. Jól van, elég legyen. Akkor hallgassuk meg Brennant. Az apukája. Ne is törődj velük, Ricky. Kösz kell, gáz, nem fék. Te vagy a legjobb barát, öreg. Ezer bocs, drágám, Reese Bobby vagyok, pályaválasztási ügyben. A fiam, Ricky... Apa! Éj, te megnőttél! Mikor is láttalak? 2 hónapja? 10 éve. 10 éve? Muszáj leállnom az anyaggal. Mr. Bobby, itt tilos dohányozni. Semmi gond, drágám, önkétes tűzoltó vagyok. Szóval, félprofi autóversenyző vagyok, és amatőr tetováló művész. Az. És az első, amit egy autóversenyzőnek meg kell tanulni, hogy ne hallgass egy olyan lúzerre, az olyan tanárra, mint ez. Uram, befejeznék, kérem. A tanár mindig csak lelassít, de téved, mert a leggyorsabb a lé, és az övé a legkapósabb ré. Igen, látom, tudjátok, mi az ábra. Nagyon tévedtek most, emberek! Ne csinálják már, ez vérlázító, megértették! Szentelenség! Egyszer lában ültünk, Andy, ezt még visszakapod. Nehogy hallgass ezekre, Ricky! Te győztes vagy! Arra születtél! Csak azt ne feledd, ha nem vagy első, vesztettél! Ha nem vagy első, vesztettél! Még találkozunk, fiam!